Még jó, hogy lemostuk. Igen, de most már megy a felvétel. Uh-huh. Csak itt beszélsz közben. Igen, hogy jó nagy porfelhőn. Jó nagy porfelhőn mentünk át. Na, szevasztok! Ez itt a Dacia Jogger. Ennek az autónak a magyarországi bemutatóján ugye én vettem részt, Mini pedig nem vett szevasztok. részt. És amikor ezt az autót megmutatták, és Magyarországon elhoztam, és mentem vele kb. 32 percet, akkor készítettem róla egy kis videót, és kiraktam, és a TikTokra is kiraktam, és nagyon sok érdekes komment érkezett. Ja, egyébként, ugye, sorry azért, hogy ilyenkor van az élő, nem mindig akkor élőzünk, amikor szeretnénk, egyszerűen most kell visszavinnünk az autót. Na, de vissza az elejére a történetnek. Tehát én kiraktam ezt az autót. Gyere, Vini, mutass meg engem, hogy lássanak, hogy itt vagyok. Csak ezért jönnek a téged látásra. Utána visszaadom, igen. És milyen szépen megoldottam, látod, hogy jó legyen a hang. Az élet szép. Ne torzítson. Tehát amikor én ezt az autót megkaptam, a magyarországi bemutatón tényleg egy órát vezettük körülbelül, akkor nagyon sok érdekes komment jött. És most kiirattuk magunknak egy hétre, és úgy voltam vele, hogy akkor oké, én ezt feldolgozom. Na de, képzeljétek el, Vini a 25 évével azt mondta nekem, hogy ezt az autót ő szeretné elvinni. És én nem is nagyon értem, mert nem célközönség, így a kora okán nincsen sem három, sem kettő, sem még egy gyermeke sem, legalábbis nem tud róla, mert egy nagy kujon a srác, de még nem tud róla. Úgyhogy az volt bennem az egész érdekesség, illetve a koncepció, hogy vajon neked mi a csuda? Mi a csodát tud üzenni egy Dacia Jogger, és most add vissza, mert akkor mondd el, légy szíves, ne csak nekem, hanem mindenkinek, hogy mi az, ami téged egy Dacia Joggerben így elhív. Te jössz. Ennek nagyon egyszerű oka van. Sziasztok! Édesapám még valamikor 2005 tájékán akart egy céges autót, ami egyszerű, nagyszerű, A-ból B-be, B-ből A-ba, és elfér benne sok-sok nagy doboz masszázsárgyakkal foglalkozott. Nagyjából 2012 környékén kerültem én. Akkor még Dacia Logan MCV-nek hívták a hétüléses családi. Azt vettétek? Dákót, az volt, igen, olyat a céges vettetek? Autó. Aha. És mit ad Isten, Edike azon tanult meg vezetni. És ja, hogy neked akkor ilyen érzelmi kötődésed hát van. Hát nekem egy jó adag érzelmi kötődés. Úgy alakult, hogy egy 1.5-ös dízellel kellett. A fater az nem volt egy nagy autós, most se az. Én már akkor is úgy nézelődtem a Ferrari után. És akkor egy Logan MCV-vel megkezdtem az autós vezetős karrierem. Ja, értem. Egyébként azok az autók ilyen belső tér tekintetében tökre rendben voltak. Én utaztam olyannal, hogy leghátsó sorba beültem. Kopogós műanyag volt, kívülről fájdalmasabb, belülről teljesen rendben volt. Egyszerű, nagyszerű, jött, ment, nem volt semmi problémája. Ahhoz képest ez már egy teljesen más történet. Na, miben más? Fussunk neki egyből? Kívülről? Hát, persze, majd mesélj. Két napja álltam a dugóban, elől egyébként ez a full felszerelt, extreme felszereltség, listár szerint 7,2-től indul, nem nagyon tudod már hova felfelé extrázni, de ami nekem nagyon tetszett, hogy itt a LED csík, ahogy álltam a dugóban, úgy tükröződött vissza, mint hogyha egy V60-ban ülnék, mert két hete meg V60 volt nálam is. Ha csak ezt nézitek, ezt az elágazást a LED csík végében, akkor ez telibe V60. Uh-huh. Ez felfekteznek. De nem. Jó, lehet, hogy... Jó, én egyszerűsítek, nekem tetszik így a színe, meg így tetszik a kiállása. Mindegyik ilyen megkapja ezeket a műanyag betéteket? Ugye ebben nincsen olyan változat, amiben nincs ilyen, vagy csak az extrémnek van ilyenje? Ezeket a betéteket? Aha. Tudtom, már az összes megkapja. Külsőre, és egyébként az összes 16-szoros felnivel van szerelve, abban sincs. Azt írja valaki, hogy a fullos is drága. Na, helyezzük el az árat. Honnan fussunk neki, tehát... Fussunk neki onnan, jó? Hogy hétülésés? Igen, ugyanis ezt az autót a sajtótájékoztatón is elmondták, hogy ezt a nagy családosok veszik. Tehát a döntő többsége lehívja rá a két és feles állami végig. Támogatást. Vegyük végig, mert nekem, ha még egy hétüléses jó családi autót kéne mondani, akkor az a Ford S-Max. Az meg most... Tudom, hogy az egyterű volt, de az egyébként is 17 millió most. Ahogy aha. Múlt héten láttam. 7, hát jó, azért van 2, még Rifter. Persze, de 7,2... Nem, Rifterből nincsen, már csak elektromos. Már ugye a PSA, illetve hát a Stellantis autóból már csak elektromos van. Tudod, mi van még? A EQB. Nem, de hogy is hagyjál már. Jó, viccelek. A Toyota Proace.
De az se ilyen formájú. Tehát szerintem ez jobban néz ki, mint egy Prius. Jó, és de... mondhatjátok, hogy nekem van szívügyem ezzel az autóval. Igen, azt mondd el nekem, jó, mert szerintem így helyezzük el, hogy a nagy családos kedvezményen, ami 2,5 millió, mennyire lehet beleülni ebbe az autóba? 6 milliótól indul az új Jogger, az alapfelszereltséget így 2,5 milliós támogatással. Mi saki? Azonnal. Így. 3,5 millióért lehet egy hétüléses. Ami autó. Nem ez a felszereltség, tegyük természetesen hozzá. Természetesen nem, mert ez itt 7,2, de ebből az autóból nem ezt kell megvenni, hanem a középfelszereltséget. Hát szerintem. Figyelj, szerintem itt a full felszereltségnek sincsen akkora nagy felára, nem? És az extrák is nagyjából még 1,5 millió forintot tudsz belepakolni az autóba. De akkor 3,5-től indul, ugye? Tehát így hogyha az alapot veszed meg, a kedvezményes, hétüléses alapot, akkor 3,5. És 3,5-ért nyilván nem fog sehol új autóba ülni. Ez, de lassan ez már használt autóba sem. Szava dönci, de lassan már használt autóban sem. Jó, mesélj még nekem erről az autóról, én addig itt nyomogatom meg. Leginkább, ha úgy mondhatom, kívül változott a korábbi generációkhoz képest. Nagyon szép lámpákat rajzoltak. Hátulról is egyébként olyan, mint egy Volvo, csak nem V60, hanem inkább XC60. Meg fogjuk nézni. Jó, még egy picit gyere már. Csak itt tilitolizok, meg egy kicsit beszorítottam. Változások. Szomorú változás, hogy kizárólag 3 hengeres motorral elérhető az új modell. Várjál, sajtótájékoztatón mondták, hogy jön belőle majd a hibrid. Azt pedig, ha jól tudom, ugyanaz lesz, mint amit a Renault használ, tehát az 1.6-os szívó alapmotor, és az 4 henger. Ja, hogy ezt a lámpát kell néznünk? Oké. Mit kell róla néznünk? Hát, hogy egy kisebb XC60 azért, ha így mindent eltakarok azért. Jó. De örülünk neki, tehát ezt pont nem sérti a szemed. Egy ilyen ez jól néz ki. Tehát, ha ezt az autót mondjuk, mit tudom én, a Seat gyártaná, akkor azért egészen másképp néznek. Van az emberekben szerinted még ilyen Dacia fétis? Fétis? Hát ez a rossz dolog. Olyan formában bőven. Dacia. Tehát azért Közép-Európában élünk, ugye igen. Magyarok vagyunk. Akár csak a flotta kezelés kapcsán. Igen. Ha bemondom, hogy Duster vagy Jogger, fúj, román nem jó. Aha. És valójában, mivel beszélgetek ezekkel az emberekkel, kiderül, hogy még nem is ültek ilyen autóban. Aha. Csak az előítéletek. Kérdezzük meg azért majd a nézőinket is, hogy van ilyen előítélet még bennünk? Hogy a Dacia az román autó? Vagy ez már... el kell engedni. Én is azt gondolom, el kell engedni, de hát azért tudod, sok akárki, mindent mondhatunk, hogy el kell engedni. Akárkinek mutattam meg a hét során az autót, a vége az volt, hogy te ez nem is olyan rossz, sőt, nagyon rendben van. Na de miért van rendben? Akkor most kicsit adjunk valami menjünk a belső térre, mert valójában az a lényeg. Szerintem. Kicsit üljünk még be. Hadd mutassam meg belülről. Ja, mutass meg belülről. Persze, mutass meg kitérünk. Belülről. Be, hátulra jössz? Beülök, és akkor, vagy mellét, jó? Beülök igen. Mellét. Majd a leghátulra is be kéne ülni, de nem fogunk beülni, mert egy lehajtottuk az üléseket. Kettő. De egyébként lehet, hogy azért kéne beülni leghátulra, hogy a középső üléssort ledöntjük, hogy a láb feltesz, tudod, ilyen first class. Mert én úgy utaztam egyszer egy ilyen. Ennek az egyik elődjében. Na, tessék, mesélj róla, kérlek. Na, belekaptál a motorizáltságba is. Volt itt már minden. Na, de szépen nézzük. Összefűzzük. Jó, fűzzük össze. Ez itt a Dacia Joggernek a beltere. Kicsit. Ja, azt hittem, hogy ez itt a... Jó, igen. Ford Explorer külseje. Csak hogy azt akarom kihangsúlyozni, hogy ez így, ahhoz képest, hogy 6 milliótól indulunk, és most családi kedvezményt még nem is említem. Persze kopog, meg itt is, meg ott is. Rideg műanyag, de legalább van egy design. Itt kapott egy kis krómot a légkombinak a beömlője. Ez itt szövet. Igen. Ami nagyon kedves és aranyos, és tetszik. Az így van. Ez is szövet, ami jó is, meg rossz is, mert azért ez itt elég csúnyán fog koszolódni. Az igen, évek során, meg ebbe könnyű beleakadni. A csokit, akkor az nem igen. Jó. Ez mit tud itt? Vezeték nélküli telefontükrözés. Dacia-ban. Vov. Ez vagy Vov faktor. Igen. Külön, de ha még úgy is dönteni, hogy ide szeretné tenni a telefonot, arra is van lehetőség. Aha, telefon külön tartó. Kapsz USB-be menetet. Tudod egy szépen törés. Tölteni. Gondolkodtam. Ez olyan... Simplik leveles. Simplik. Nem akartam mondani, de olyan. És
A jégkaparó is jó ötlet, de ez nekem már ilyen dupla dinamit. Hogy igen, ez egy praktikus dolog. Hogy ott vagyunk. Kérdezi valaki a biztonságról, mit lehet tudni. Na, ez egy érzékeny téma lesz. Beszélünk majd arról? Beszélünk majd arról. Oké, rendben. Három hengeres az a baj, ezt mondja valaki. Igen. Az baj? Baj. Nekem baj. Baj. És nem azért, mert három hengeres, úristen, 600 lóerőt akarok hidácsiából, másokból, jó. Azt is elmondom. Azt is tudjuk, hogy miért három hengeres, hogy a világ így forog. Tudjuk, hogy így forog, igen. Én ez most nagyon az egyéni véleményem lesz. Elég hangos, nem? Olyan, mintha kifújnál kicsit a kipukat. Dörmögő, dömötör. Oké. Okay. Mit tudunk a motorról? Mesélj róla, kérlek. 1000 köbcenti, három henger, turbóval megfújva 110 lóerő, ami egyébként elég. A problémám, és akkor már azt el is mondom, a turbó valahol 3000-nél fújja meg a történetet, utána elkezd szitálni alattad a hajtott elsőkerék, megfogod, vicces, röhögsz rajta. A városban használni nagyon kellemetlen az autót, de mivel 2000 alatt, 2000-es fordulat alatt be akar fulladni. És folyamatosan játszol a kuplunggal, pumpálgatod neki, van egy kis szép érzéked, nem akarod 2500-nál ráengedni, mert akkor nagyon nyögvenyelős, megrugdosódós. És egy örök játék, egy örök harc, aha. Okay. Mint együtt élni egy nővel. Hogy amúgy nagyon szereted és szeretni akarod, de folyamatosan, finoman, nap, mindig. Te jó ég. Milyen magaslatokat érünk. Hát muszáj. Közben megvan ez a Renault-s kezelőszer. Ez 2004-ből. De baromi jó. Működik ott van, engem ez nem tud annyira zavarni. Bajusz kapcsolók, az konkrét, nem teljesen töpénytársra, de azok is nagyon hasonlítanak. Nem változott semmi, ugyanazt csinálja, most persze a vezeték nélküli telefon tükrözés leszámítva. A vezeték nélküli telefon tükrözés. Ugyanazok az anyagok, mint 2007-ben. Az illatok. Tehát nekem egy ilyen nosztalgia volt, hogy beültem is. Megérkeztél a régi MCV-be? Ugyanazt tudja, de jobban csinálja ugyanazt. Váltó? Teljesen rendben van. És jól, ez egy jól megvan vezetve. Hatos, ugye? Hat fokozat. Hogy, na, mik vannak motorizáltság tekintetében? Emlékeztem erre a 110 lóerős három hengeresre. Van a gázos, ugye? Van egy benzin. Gyere, kérlek, mutasd meg. Nem, megmutattam. De akkor is, hogy egy Dacia-ba, hogy bele van rakva a digitális kijelző. És jó a tapintás. Nekem látod, ez például sokkal többet jelent, hogy ez itt. De nekem ez is tetszik, mert... Adom. Jó buli. Milyen motor van? Még van a gázos, ugye? Igen, van a benzingáz kombinációja. Az is a turbomotor? Nem, az egy szívó benzin. Az egy szívó motor, ugye? Így van, 100 lóerő, abban az esetben 50 liter a benzin, és 40 liter az LPG-nek a tartálya. Aha, dízel nincs. Dízel ugye? Sajnos nincs. Egyébként ebben az autóban annyira kellett volna az együttös dízel, de hát igen. Egyszerűen ezért mondjuk engem ezért csesz szét így az ideg, hogy ott tartunk, hogy már egy ilyen autóban az együttös dízel a szentségtörés. De pedig ez annyira kívánná. Na nézzük, oké, hétülés, tehát ez benne a nagy rock'n'roll. Bemászoltál? Mit érzel? Fé, úgy mászok be, ha azt az egyiket ott akkor átadom, nézd, okay. ledöntöm ott azt a középsőt. Jó. Én meg innen megoldom. Mert egyébként, hogyha ezt így csinálod, akkor vagy igazán menő csávó. Milyen kis fogantyúja van. Na most akkor, hogy ezt meg kell húzni, ezt igen. Gondolom. Oké, okay. Ezt segítek egy picit. Ja, és ez is. 2007-ben ugyanez. Semmi se változott. Oké. Okay. Jó, ezt itt ledöntöttem. Üléstámla, ezzel tudok valamit csinálni, szerinted? Előre tudod borítani. Előre, hátra nem. Oké. Okay. Na mindegy, bemászok ide. Hátulra. Mert mondjuk... Mondjuk ezt el tudnám képzelni így. Tehát, hogy ha így mész el... Nem tudom én, és megyek a hétvégén Badacsonyba. Jó, mondjuk a háttámlán még egy kicsit alakítgatnék. De azért... Ez így oké. Okay. Tehát ezért a T7-es multivenbe kifizetsz 30-ast. Csak minek raknál be a harmadik sor ülést, amikor cuccaid is vannak. Tehát ja, igen, így... persze. Jó, hát nyilván most ezt értjük, hogy egy ekkora autóban nem lesz olyan, hogy három gyerek és az összes cucc és a bicikli, tehát azért nem legyenek irreális elvárásaink. Láptérrel hogy állsz egyébként? Mivel? Láptérrel, hogyha mondjuk komolyan. Így egész jó lábterem van. És komolyan veszed a feladatot? Akkor... Igen, igen. Közben vegyük észre, hogy a szponzorcipőt hordom, csak gyönyörű. Ilyen nagyon finoman említem. Belecsúsztatunk egy finom szponzorációt a Homától. Ugye, mi tetszett kérdezni? Hát csak, hogy berakod oda a lábát, hogy egyébként elférnél, nem? Nem. Nem szeretném. Tök jó, hogy bemásztál. Beszéljünk a
Beszéljünk a, itt kérdezte valaki a biztonságot érintő témát, ugyanis én kiraktam erről az autóról, mikor ugye volt a magyar bemutató egy pici videót, meg egy csomó kérdést, meg ilyeneket, és azért visszatérő, és komoly visszatérő kritika érte az autót a biztonsága kapcsán. Mind az egy csillaggal? Igen. Arra gondolsz? Igen, igen. Euro NCAP egy csillag. Miért? Meg hogy? De arra tudok tippelni. Nem lehet ezt, tehát azért az évek során mennyit változott persze, a világ? Persze, nagyon fontos dolog tudni, az Euro NCAP az folyamatosan megújul. Tehát ami 2000-ben 5 csillagot ért, és éppen a Renault ebben jó volt, mert a Renault hozták az első 5 csillagokat, az ma már egyáltalán biztos 5 csillagot ért. De még, van még egy nagyon fontos, egyrészt mi nem tudjuk megítélni, hogy milyen a törésbiztonságának az autónak, hisz nem vagyunk szakemberek. Közben kiszállok, hogy mennyi aktívabb legyen a kép. Amit viszont tudunk, és ez fontos, egyrésztről, ami 10 évvel ezelőtt igaz volt Euro NCAP-ban, az ma már nem igaz. A második dolog, hogy az Euro NCAP rengeteg pontot, vagy illetve pont levonást számít fel azért, ha bizonyos asszisztencia rendszerek nincsenek a kocsiba, vagy éppen olyan rendszerek, ilyen tök egyszerű történet, hogy nincs becsatolva a biztonsági öved, és nem pittyek, mondjuk a hátsó sorban, a leghátsó sorban, ez az autó nem pittyek, hogy nincs bekapcsolva az ott ülő ember biztonsági öve, azért pont levonás jár. Tehát igazából ma már a törésbiztonság az egyrészt a fizikai törésbiztonság, másrészt pedig, tehát az aktív és passzív együtt, és ezeknek, figyelj, milyen helyes kutya jön. Kutyulix. És ugye ezeknek az összessége az, ami, szevasz kutyus, gyere ide, gyere, hát szia! Egy kutya mindig elviszi a sót. Szevasz! Hello! De szép a hámod! Szia! Szóval a törésbiztonság az innentől fogva már egy bonyolult dolog. Hello! Sziasztok! Innentől fogva a törésbiztonság megítélése kicsit átcsúszik ilyen szoftveres vagy ilyen asszisztencia rendszer megítélésbe is. De ezzel sem menteni, sem igazolni nem akarjuk, csak elmondjuk a tételeket. Nézem közben a kérdéseket. Aha. Jöttem még. Muci puci. Gyere ide, Gyorzan. Gyere már ide. Foltoska. Na, menjetek nyugodtan. Sétálni van kedve. Beszéltünk a motorizációról, beszéltünk az árakról. Mondd el még egyszer, kérek az árakat, hogy alakulnak az árak. Alapfelszereltség 6 milliótól. Utána és következik a komfort, ez már az extrém, ez most olyan 2,2 millió bruttó. Okay. És ebből tud lejönni nagy családos kedvezmény, ami 2,5 millió forint még idén. Amit, igaz... én, igen? Amit én hallottam a sajtótájékoztatón, az annyi, hogy a többséget ezt ezzel a motorral veszik, a 110 lóas turbóval, turbóbenzinnel, és hogy nagyon magas ez, ennek a legmagasabb felszereltségnek az aránya. 60% fölött, ha jól emlékszem, itt van. Talán még lehet, hogy még annál is magasabb. Turbós a gázos motor is, Edwin. Köszönjük szépen. Bocsánat. Szóval én fiatalember. Most vagyok 25 éves, 17 évesen álltam neki így a jogsi szerzésnek, és akkor utána egyből egy Logan MCV-vel, egy hétüléses Logannal sikerült szelni az utakat. Amit még el akartam mesélni... Várjál, azt mondd el, mekkora a fejlődés a Logan MCV-hez képest, mert ez engem érdekel. Hogy érzed? Fejlődött azért ez az autó? Kívülről, illetve belül is az utastérben hatalmas a fejlődés megérkezett 2022-ben. Külön tetszik, hogy gondoltak vezeték nélküli telefontükrözésre is, meg rengeteg apróság, amit az imént megmutattunk. Nekem motorikusan hiányzik az 1.5-ös dízel. Kell a dízel ez az én, ebben. Én kellett egyéni volna dolgom, és tudom... Nem, egyetértek vele. De az, hogy... Hármasban el tudtam indulni azzal az autóval, mert yes. Ez valójában erre van. Teljesen egyetértek. És 20 centi egyébként a hasmagasság. Olyan, tökön passz, olyan dolgokon mentem át azzal az autóval. Olyan baromság, hogy ezeket a dízeleket kiszedik belőle. Közben láttam, hogy ez kibillenthető hátul, ugye? Igen. A harmadik sorablak. Mennyi fér bele? Mondjál valami, fordítsuk le a csomagteret, jó? Ilyen emberi számokra, mondjuk hány, nem tudom én, hány birkát pénz? Lehet bepakolni. Nem, máshogy fogjuk meg. Hány malac fér pénz bele? És EUR raklapokat találtam szüleim cégének a telephelyén, és azokat hordtam el. Akkor, hogyha a raklapokat szépen összeforgattam, akkor 12 darab raklapot tudtam betenni. 12 raklap megy be, aha. Ez korunkra 1800 liternek feleltethető meg.
de inkább mérjünk raklapba. És olyan is volt, találtam egy ilyen 4 méter körüli síndarabot. Nem volt annyira vastag, de ilyen undorító volt. Megtaláltam egy. Volt a telephelyen. Megtaláltam minden. Egy táblát az útszélén. Alumínium táblát, megtaláltam. Réz esőcsöveket is. Ne rongsd már el a sztorit, várjál. A réz esőcsöveket is találtál már? Szivacsot ráteszed szépen a műszerfalra, oda a vas egyik vége, pif hátra, koppanásig, és mész a mélybe. És mész a mélytelepre. Volt... Mit adnak egy 2 méteres... Fogalmam sincs, rég volt. Vasúti sínért. Amúgy meg 4 méteres volt. A lényeg, hogy eladtam, és volt zseppénz. Úgyhogy ilyen szempontból hálás társ volt, főleg amikor harmadik sörülést kiszeded, másodikat előre döntöd, hátul is vannak pohártartók, amiket más dolgokra is használhatok, tehát gyertyát is lehet oda tenni, 20 centis hasmagasság, kimész a rétre, és nézed a naplementét. No, egyedül. Akkor figyelj, foglaljuk össze annyiból, hogy akkor ezt az autót kinek ajánljuk, vagy kinek éri meg, vagy ki az a célközönség, aki mindenféleképpen nézzen rá. Ajánljuk egyrészt nagycsaládosoknak a kedvezmény kapcsán, ajánljuk nagycsaládos vállalkozóknak, akiknek kell egy rohangálós autó nagy csomagtérrel, hogy utána majd a nagy családból valamelyik fiúgyermek hat kaphassa meg, mert nagyon fogja szeretni. Ajánljuk azoknak az embereknek, akik valójában nem akarnak száguldozni, csak szeretnének egy megbízható, egyszerű autót, egyébként jó futóművel, mert hogy mindenen is átmész, és nem érzed meg a kátyukat, az is biztos. Elől megferzon, hátul hárakú, tehát mindegy. Hát gondolom, jól pakolható, olyanos. Bármire is tudod alakítani. Előre döntöd, vagy csak lehajtod, kikapod az üléssort, beteszed, és igenis van valami kellemes érzés abban, amikor 6 barátodat ebbe így belevágod. Aha. És azt mondod, hogy na most indulunk vidékre. Jó. Nagy zene, üvöltözés, tehát hogy olyan élményeket lehet szerezni ezzel az autóval, hogy na mindegy, nem akarom túl magyarázni ezt a részt. Egyszerű, nagyszerű, megbízható, árérték arányban kiemelkedő. De várj, akkor most csak azért beletúrjuk. Ha nem lenne a nagy családos kedvezmény. Akkor is jó lenne még. Akkor is jó. S-Rossz? Mondjuk, ha nem a hét személyesre mész. Sokkal nagyobb? Csomagtered akkor is lesz. S-Rosszban nincs akkor a csomagtér. Jó autó az S-Rossz, de praktikum szempontjából, árérték arányban szerintem... Jó, még annyi, hogy egy utolsó gondolat. Minőségérzetben hogy érezted? Sokkal... Nyilván ez egy olcsó autó, tehát nem kell túl sokat várni tőle. Egyébként most tudod, mennyi egy S-Cross? Most pont azt kerestem egy hétig. Mennyi egy? Hát 6... 8 fölött van. 6-tól indul. Próbál, hát de, mondjuk... de amit találsz készletről, bármi, az 8 körül. Jogger nincs készleten, vagy ha van is, azt szeretik bent tartani, hogy lehessen tapizni. Azt mondták a Renault hungáriások, hogy fél éven belül hozzá lehet jutni. És ezt tudom igazolni is, mert volt ügyfélnek. Jó, oké. Okay. Akkor értékelve azt, hogy ez egy olcsó autó, tudva azt, hogy nem kell tőle megváltást várni a világ összes bajára. És oké, hogy a 7 millió soknak hangzik, de ott tartunk, hogy januárban, mondok például egy Kia Sportage került 8,8 millióba, most 10,5. Hát jó, és ez az autó nem drágult annyit. Igen, ez abszolút mindig. Értjük. Jó, hát akkor így. Aki szeretne majd még menőbb hajtásláncot, az pedig hát a Renault-sok elmódása gyere, szerint... Gyere, mutatlak, hogy várjál, csak mondom, hogy jövőre érkezik a hibrid hajtáslánccal, aminek 4 hengeres alapmotorja van. Egyébként azt a hibridet már próbáltuk Clio-ba, Captur-be, meg én nem is tudom, miben próbáltuk. A Megane-ba plug-in hibridet próbáltunk. Úgyhogy, hát, szóval lesz egy haladó rendszerű történet, és ugye az a hibrid nyilván már automata váltós is, úgyhogy... Most nincs hozzá, ugye? Most nincs hozzá automata opció, úgy tudom. Nincs. De hát a hibriddel majd megérkezik, ha majd lesz hibrid. Megbeszéltünk mindent? Még ezt akarok, mutassuk meg. Ja igen. Én pluszba lehet kérni. És ez ugye átfordítható, de nekem ami tetszik, nézd. Ez ugye azt, hogy ott már a bemutatón is kiszúrtam, hogy eddig így egy autó. Egyébként azt nem mondtuk el, hogy a... Mi ez? Sandero Stepway-jel azonos
gyakorlatilag ugye a mechanikája, meg ugye az egész kialakítása. Szerintem kb. Ideig Sandero Stepway, és nézd, itt van benne egy ilyen érdekesség, hogy megtörik a tető, mert itt látszik, hogy itt emelték bele, ugye? Itt emel, és az háts, vagy a középső üléssor magasabban is van, mint az első. Itt beleemeltek egyet, ezért férsz el, és így csinálták meg rá a dobozt. Tehát egy kicsit olyan, hogy itt elő Sandero Stepway, és innen hátulról pedig rátettek egy ilyen, ez a kattogás, ez az, hogy nálad van a kulcs, és kizár, bezár. Ami most idegesítő, de a gyakorlatban meg hátul dobfék van rajta. Jó az. Mint a Fábián egyébként. Na jó, csak most észrevettem, csak konstatálom a tényt. Volt dobfék, ahol nem lett volna szabad, ugye? Konstatálom a tényt. Hát egyébként a formája szerintem tökre kiadja. Barom jól néz ki. Tökre kiadja. Te hogy van? Vagy barna terrakotta. Az a neve. Ja, még azt akartam elmondani, nekem van egy barátom, ezt elmondtam is a saját videómba, a Gabi, akinek akkor azt mondtam, hogy Logan MCV-je van, de szerintem nem az, hanem a... Következő? Mi volt ez? Mi volt ennek az elődje, közvetlen elődje? Minden most nem jut eszembe. A Logan MCV és e között. Majd mindjárt megírják. Na mindegy, szóval neki az van, ugyanez a hétüléses... Akármi, és amikor én kérdezgettem, hogy miért nem veszem egy normális autót, azt mondta, hogy hülye vagy, van három fiam, tudod, mit művelnek az autómmal? És akkor megmutatta, hogy mit művelnek az autójával. Én nem tudtam elképzelni, hogy van olyan gyerek, aki autót eszik. Tehát ennek ilyen darabok hiányoztak hátul. Mondta, hogy fiaim mennek hátul, ölik egymást, és elkezdik szétrágni. Tehát teljesen meglepő volt. És azt mondta, hogy hülye vagy, ennél jobb autó nekem nem kell. Az én fiaim ezt művelik, ő akkor még azt hiszem kettőfélért vette ilyen állami támogatással, azt mondta, hogy ez év üzlete volt, mint eladja majd nem tudom 4 évesen, vagy amíg lejár a támogatás, a kb. Nullában meg is volt vele, és mondta, hogy rendel egy ugyanilyet, mert ahhoz, hogy a gyerekei megegyék, leöntsék, kiharapják, beletúrják a májkrémes zsömlét, meg az összes csibészséget elkövessék, azt mondja, ahhoz normális autót, minek megőrülnék, hogy tönkretennék a nem tudom én mi a Seat tarrakómat, most mondtam. Lodzsi volt, köszönjük szépen. Lodzsi, az, köszönjük. Még a Logánnál tartok. Még én is mindig a Logánnál tartok, de Lodzsi volt, még igen. Még egy pár szót a fogyasztásról, mert arra nem beszéltünk. Amellett, hogy nagyon rángatós ez a háromhengeres és bosszantó vele a városban, hozzá kell tenni, hogy 7 literes fogyasztásról nem tudtam elmozdítani. Amellett, hogy így a calling kapcsán, ami nekem volt, azért próbáltam vele haladni, meg röhögni, meg üvöltözni. Aha. És így is 7 literen sikerült. És ment a nagy zene? Csináltad a scootert? Volt ott minden. Nagyon élveztük. Szólt igen. A nagy zene benne? Igen. Tehát 7 liter volt a fogyasztás, és emlékszem, hogy amikor mondjuk Kia Ceed kombi volt nálunk 3 hengerrel, az 12 liter simán hasonló. Na jó, az full extrém. Tehát az ne, 12 liter az azért egy 3. Tényleg annyi volt, de azért 12-t mondok, mert 15-öt is evett. És akkor nem de az extrém, értéket. Hát nem ehetett 15-öt. Hát jó, értem, na. Kitapostad a szemét, nem meg nálad tudom, az EQS is fogyasztott 50-et. Minden relatív. Jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez a napközbeni live most kb. Véget is fog érni. Ha van kérdésetek a Dacia Jogger kapcsán, tegyétek fel, Vini majd jól megválaszolja. Aztán majd a rolleres sztorit, azt meséljük el nekik. Mert itt a nyár, itt volt a tavasz is. Elmeséljük. Tegyél egy ilyen rövid felvezetőt a Roller sztorihoz. Csak egy ilyen hivogató felvezetőt. De ilyen jó felütés legyen, tehát ilyen... Nekem minden héten vannak két jó barátom ilyen hülye krokodiltetkóval, ki kell menni csocsózni. És én minden csocsózásról, vagy villamossal, vagy elektromos rollerrel jártam haza. Egészen január 7-ig. De nem meséld el a sztorit. Amikor ugyanis. Most egy trailer van. És pif, ennyi. De nem jött a villamos, felszálltam egy elektromos rollerre, aztán... Aztán? Aztán majd elmesélem, hogy reggel mit meséltem Gábornak, 8:30-kor. Még azt mondd el, hogy honnan? Azt nem. Mondd már el. Nem. Hát a 9. kerület szívében éppen kimentem az utcára, és gondoltam, felhívom Gábort, hogy... Főni, van egy kis baj, de majd elmesélem. Jó. Na mindegy. Na akkor majd elmeséled. Köszönjük de szépen, hogy itt voltatok. Szigorúan, csak hogy tanuljatok belőle azért. Abszolút, ilyen edukáció jellege. Menjek ki a képből, megmutassuk az autót. Bocsánat. Köszönjük, hogy itt voltatok. A Dacia Joggerrel búcsúzunk, szavaztok. Sziasztok. Aloha.